És tartott az 1400 méteres verseny. Jól ugrik ki a mezőny. A gépből Szeleburdit tartja egy picit vissza a lovas, és veszi a mezőny végére. Argos szokás szerint jól kezd. Argos az éle mögötte Luisa. Argos, Luisa és Crime Fighter, ez az első három ló sorrendje. Mögöttük pedig elég jól együtt tömörödik az egész közép mezőny. Csodafi színei bontakoznak ki, amikor most már ott van a túlsó oldal végén a mezőny az ezres táblát közelítve. Vezet még mindig Argos. Argos az, aki diktálja a tempót. Argos előnye egy hosszra tehető Luisával szemben, kívül könnyen kézből Crime Fighter színeit látom. De továbbra is ők hárman jól együtt. Majd jön egy másik favorit, Flores Flower, szépen érkezni látszik, ott a negyedik hely környékén van. Akkor a lovak most már a kanyarban járnak, és Szeleburdi még mindig a mezőny végén. De összességében elmondhatjuk, hogy egészen jól együtt az egész mezőny. Luisa kezd fáradni, és Flavius Flavor veszi át majd a harmadik pozíciót, miközben Argoszt már lovagolni kell. Crime Fighter pedig könnyebben jön. Lehet, hogy fél óra alatt Bokori Tamást a két lova is nyerni fog a 400-as táblánál. Crime Fighter minden esetre támadást indít, és a vezető kettős teljesen elköszönni látszik a többiekkel. Most már Flavius Flavernek is maximum csak a harmadik hely lesz meg. Remek küzdelem a távoszlopnál, de Crime Fighter most már egyértelműen fölényben van, és Crime Fighter elszáll a riválistól. Argoszé lehet majd a második hely, de lehet, hogy csak a harmadik. Crime Fighter nagyon magabiztosan fog győzni az utolsó 100 méteren. Crime Fighter megnyeri a versenyt. Mögötte második helyre megérkezik Flavius Flower, és Argosznak ezúttal is van egy dobogós helyezése, egy harmadik helye.